Nem, az nem lehet. Az csak nem történik velem. Minden esetre jó lesz sietni. Az első emeleten csend. Hallgatnak a falak, és a lépteim konganak. Nincs kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már lecsöngettek. Most még csak egy lehetőségem van, talán még nem jött be Fröli. Az üres folyosókon lábujjhegyen lopózom az osztály ajtaja elé, fülemet óvatosan tapasztom a kulcsukra. A lemondás keserű vonása körbíti le ajkam. Odabentről egyhangú csönd beszél mindennél érthetőbben. Hát ezen már nem lehet segíteni. Talán még nem írtak be. Lassan benyitok. Fröli egyetlen szót sem szól, csak valami kegyetlen elégtétel villan át rajta, míg szerényen és udvariasan bevándorolok a padomba. Az osztályon az elszörnyedés halk moraja fut keresztül. Fröli lassan előveszi óráját és megnézi. Könyveimet belököm a fiókba. Brüttner, aki mellettem ül, előrehajlik a tábla felé. Az arcán a mennyiségi tudományok iránt érzett mély és kielégíthetetlen szomjúság lángol. Csak én látom, hogy a szája kissé balra húzódik felém, és a fogai közül csak én hallom az iszegést. Beírtak a hiányzók közé. Jobbra húzom a szájam, előre meredek a matematikai tudományok összességével szemben táplált elfogyhatatlan érdeklődés ül ki az arcomra. A fogaim közt iszegem. Tovább megyünk? Büchner balra sziszeg. Nem. Felelés.